Több intézkedést hoztak a vírus elleni védekezés érdekében Pakson. A héten és a jövő héten helyi cégek által készített több ezer darab mosható maszkot kapnak az egészségügyben, a szociális szférában és a hivatalban dolgozók. Az önkormányzat minden paksi lakosnak rendelt mosható maszkot összesen 20 ezer darabot biztosítanak. A Paksi Gyógyászati Központban pedig a dolgozók saját kezülek készítettek szájmaszkot az egyszer használatos műtős köpenyekből. Hivatalosan a sebészi szájmaszkot annak kell viselni, akinek felső légúti tünetei vannak. Tehát köhög, tüsszög, óra folyik. Azért kell viselni elsősorban, hogy a többi embert ne fertőzze meg. A többieknek nem feltétlenül, nem indokolt szakmailag alapvetően viselni a szájkendőt. Olyan esetekben javasolt még viselni, ahol sok emberrel találkozik valaki. A főigazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy a mosható textil szájmaszkot érdemes vasalással is fertőtleníteni. Szabó Péter, a város polgármestere pedig azt emelte ki, hogy 125 millió forintot különítettek el az idei költségvetésükből a vírus elleni védekezésre. Ezt az összeget többek között a maszkok vásárlására, az intézmények fertőtlenítésére fordítják majd. Folyamatban van FFP3-as maszkok rendelése is, ebből 10 ezer darabot rendel Paks város önkormányzata, és ezeket a maszkokat is alapvetően és elsősorban az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók számára szeretnénk elsősorban biztosítani. A városvezető elmondta, arra is felkészülnek, ha egyszerre sok embernek kellene karanténba vonulnia. A helyi szállásadók biztosítanának helyet, erről jelenleg is folynak a tárgyalások.